Az apostolok cselekedetei az egy be nem fejezett könyv a Bibliában azért, mert igazán mi folytatjuk. Ez a könyv a gyülekezet növekedésnek a kézikönyve. Amikor az egyháznak a születését nézzük meg az apostolok cselekedeteiben, akkor egyszerűen azt látjuk, hogy Jézus Krisztus majdnem, hogy magára hagyja a tanítványokat, felruházza őket azzal a látással, amit el kell nekik végezniük, visszamegy a mennybe, és utána küldi a Szent Lelket, és a Szentlélek alapítja meg a keresztény egyházat, és valami hasonlót élünk itt át, mint amikor a teremtésnél figyeljük a teremtésnek a folyamatát. Ahogyan az Isten lelke lebeg a vizek fölött, úgy dolgozik a Szentlélek a kereszténység születésénél, és egy nagyon alázatos isteni személyként gyakorlatilag útjára bocsátja a keresztény egyházat. Mi az egyház? Timóteusi első levél 3. fejezet 15. versében azt olvassuk. De ha késnék, ezekből megtudod, hogyan kell az Isten házában forgolódnod, amely az élő Isten egyháza, az igazság oszlopa és alapja. Képzeljük el, hogy az egyház az az igazságnak az oszlopa és alapja, és azt mondja Pál apostol, hogy ez az egész, ez él. Problémánk az így a 21. századra, hogy annyi katedrálist és annyi templom épületet láttunk, hogy épület nélkül nem tudjuk elképzelni a keresztény közösséget, pedig igazán mi vagyunk a kereszténységnek, mi vagyunk a hitnek vagy a hit életnek az épülete. Ellen White-nak van egy nagyon szép leírása az egyházról, az apostolok története könyv 9. oldalán az eredetiben. Az egyház Isten elrendelt eszköze emberek megmentésére. Szolgálatra hívta el, és azzal bízta meg, hogy hirdesse az evangéliumot a világnak. Lehet, hogyha csak ezeket a mondatokat elemeznénk, ez is kitehetné az időnket mostantól egészen holnap délig. Azt írja Isten eszköze ebben, hogy az egyház Isten elrendelt eszköze az emberek megmentésére. Biztos ez? Nekem nem úgy tűnik az utóbbi időben, hogy mi egyáltalán foglalkoznánk az emberek megmentésével. Tudjátok, ez a képzés, ez egy ilyen egyenes beszédképzés. Tehát én most nem szeretnék semmiféle kanyart, semmiféle ilyen kozmetikázott beszédet. Szeretném, hogyha egyenesen beszélnénk. Egy gyülekezeti csoport elhatározta, hogy előadja egy ilyen népes közönség előtt az irgalmas samaritánusnak a történetét. Valaki ezt meghallotta, és a főpróba ideje alatt úgy rendezték meg, hogy addig, amíg a színészek előkészültek, vagy az előadók előkészültek, addig odahoztak egy félhortra vert embert az előkészület helyére, majdnem, hogy átléptek a színészek ezen az emberen, mert ők az előadásra készülnek. Senki ki nem hívta a mentőt, senki rá se nézett erre az emberre, de az előadás brilliánsan sikerült. Valami ilyen érzésem volt ma reggel, hogy bejövünk ide, és nem az számít, hogy milyen emberek megmentéséért vagyunk itt, hanem csak az számít, hogy jövünk egy képzésre. Nekünk most az a fontos, hogy fejünk táguljon. Sokkal többről van itt szó. Tehát olyan jó lenne tényleg odafigyelni arra, hogy vendégek vannak közöttünk, barátaink lehetnek közöttünk, mikor kell felállni, mikor kell leülni, mi rutinból lenyomjuk az egész istentiszteletet, és szegény barátainknak halvány gőze nincs arról, hogy itt mi folyik. Mellettem ült egy doktornő délelőtt, és megkérdezte tőlem, hogy János, ez most istentisztelet, vagy nem? Nem gyakran volt adventista istentiszteleten, és nem igazán tudtam neki mit mondani. Olyan érzésem volt, hogy legszívesebben elszaladnék ezelől a kérdés elől, és akkor hát annyit mondtam, hogy ez most egy ilyen kérdezfelelekszerű kis műsor. Azzal bízta meg Isten az egyházat, hogy hirdesse az evangéliumot a világnak. Nem csak szóban, hanem tettben is. A gyülekezet tagjait Isten a sötétségből hívta ki csodálatos világosságára, hogy hirdessék nagy dicsőségét. Az egyház a letéteményese Krisztus kegyelmi kincseinek.
nem Krisztus törvényi kincseinek, hanem Krisztus kegyelmi kincseinek. Péter máshol úgy fogalmaz, hogy mi az Isten sokféle kegyelmének vagyunk a sáfárai. De addig, amíg mi személyesen nem tapasztaltuk meg az Isten kegyelmét, addig nem is tudunk sáfárkodni vele, ezt megmondom. Végül pedig kinyilatkoztatja a mennybéli fejedelemségek és hatalmasságok előtt Isten felmérhetetlen szeretetét. Minden közösségünk úgy kéne felépüljön, hogy abban a pillanatban, ahogy beléptünk abba a közösségbe, szeretetet kapjunk. Testvéreim, én nem tudom, hogy farizeusokkal van-e tele a közösségünk, vagy nem, de egyet tudok. Európa keresztmetszetében eddig akármelyik gyülekezetben jártam, mindenhol szeretettel fogadtak engem. De nem ugyanilyen szeretettel fogadtak mást. És én úgy tudom, hogy a Szentírás azt mondja, hogy a szeretet az képmutatás nélkül való legyen a közösségünkben. Nézzük meg ezeket a gyülekezet növekedési elveket. Én azt gondolom, hogy életemben legalább 50-szer végigolvastam már az Apostolok Cselekedetei könyvet, és még el fogom olvasni legalább 50-szer így a következő 5-10 évben. Ezek az elvek, ezek ennek az olvasásnak, vagy olvasási rendszernek a következményei, és hadd mondjam azt, hogy én bár 5 elvet fogok bemutatni, nyugodtan lehetne 15-öt is, lehetne 28-at is, de végülis úgy döntöttem, hogy 5-tel kezdjünk, ez valószínű, hogy összefoglalja a keresztény közösségnek a legfontosabb növekedési elveit. Az első gyülekezet növekedési elv az a Jézus Krisztus megbízása. Jézus azt mondja, Apostolok Cselekedetei 1:8-ban, de erőt kaptok, mikor a Szentlélek eljön rátok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában és Samáriában, és a föld legvégső határáig. Érezzük ezeket a hagyma rétegszerű megbízási hullámokat? Azt mondja először, hogy lesztek nekem tanúim, Jeruzsálemben, miután a Szentlélek eljön, aztán Judeában, ez egy szélesebb földrajzi terület, aztán Samáriában, ami már az én kultúrterületemtől egy idegenebb gondolkodás, és a föld legvégső határáig. Olyan jó lenne, hogyha minden dunamelléki, minden magyarországi gyülekezet elhatározná azt, hogy feltérképezi ezeket a koncentrikus köröket, amelyek a misszió területét alkotják, mi számomra Jeruzsálem, mi számomra Júdea, mi számomra Samária, és mi számomra a föld legvégső határa. Változásokra kellene nyitottak legyünk. Tudjátok, olyan időket élünk, amikor új lelki gyakorlatokat kell bevezessünk, amikor meg kell tanuljunk értelmesen személyes áhítatot folytatni. Tehát az már nem célra vezető, hogy órákon keresztül olvasunk egy könyvet, és időről időre belealszunk, aztán felébresztjük magunkat, lelkiismeret furdalásunk van, gyorsan imádkozunk, hogy az Úr bocsássa meg, hogy belealudtunk, aztán unatkozunk tovább. Tehát azt gondolom, hogy az Istennel való kapcsolat az egy sokkal értelmesebb, sokkal dinamikusabb kapcsolat. Azt javaslom, hogy mindannyian találjuk meg azt a fajta áhítatrendszert, amiben úgy érezzük, hogy mi is benne vagyunk. Nyugodtan szabad egy imanaplót, egy biblianaplót vezetni, és nem kell fejezetről fejezetre olvasni feltétlenül a Bibliát. Olvassatok egy-egy történetet. Képzeljétek el, hogy ti vagytok egy rádióriporter, aki majd később beszámol arról, hogy mit látott, mit érzett, mit tapasztalt. Elképzelitek magatok előtt ezt az egész csodálatos tájat, és így érzitek azt, hogy benne vagytok a történetben. Például képzeljétek el, hogy most Péternek a történetét olvassuk, ahogyan kihajózik a tengerre, Jézus pedig elalszik a hátsó padon a saját hajójában. Mit látunk, mit érzünk? Tehát érezzük azt, ahogyan lehűl a levegő, látjuk azt, ahogyan lement a nap, elkezdjük látni, ahogyan fodrozódnak a hullámok, halljuk a szélnek az zúgását, megnyaljuk a szánkat, érezzük, hogy sós levegő van, beleszippantunk a levegőbe, érezzük Jánosnak meg a többi tanítványnak az izzadságát. Tehát átéljük mindazt, ami ott történik abban a hajóban, és amikor már azt érezzük, hogy az életünk veszélybe került, akkor látjuk Pétert, oda megy, felébreszti Jézust, és azt kérdezi, hogy Uram, te nem törődsz azzal, hogy elveszünk?
megelevenedik előttünk a Biblia története. Utána fogunk egy tollat, leülünk, és írunk egy levelet Jézusnak, és azt mondjuk, hogy Uram, bocsáss meg nekem, hogy megint elaltattalak a hajómnak a hátsó padján. Nem fogom ezt többet tenni. Ahogy te elaludtál, akkora vihar jött az életemben, hogy igazán alig tudtam átvészelni, de olyan jó, hogy felébredtél és lecsendesítetted ezt a vihart az életemben, és meg lehet nevezni a vihart nyugodtan. Meg lehet fordítani a lencsét, és azt lehet tenni, mintha Jézus írna neked egy levelet, és azt mondja, hogy ó, jó volt, amikor reggel elővetted a Bibliát, elolvastad a reggeli dicséretet, de ki se léptél a házból, már elfelejtetted. Én végig veled jártam, te ott altattál engem a hátsó padon az életedben. Ha tudnád, hogy hány angyalt kellett mozgósítanom azért, hogy ezeket a viharokat visszatartsák, de muszáj volt megengedjek egyet ma, hogy felébredjél, hogy én is létezem. Köszönöm, hogy észrevettél ott a hátsó padon. Mi lenne? Képzeljétek el, egy ilyen áhítatos élet gyakorlatilag folyamatosan ott lenne a gondolatunkban, és amikor találkozunk egy emberrel, annak az embernek friss kenyeret kell osztani, de ha én penészes kenyeret eszek mindig, akkor nem tudom megosztani a mai Jézust azzal az emberrel. Ha ő megkérdezi, hogy miért hiszek Istenben, miért hiszek Jézusban, akkor egyszerűen azt mondhatom neki, hogy azért, mert ma reggel beszéltem vele, és ő visszabeszélt hozzám. Megkérdezi, hogy beszéltél. Rögtön el tudom mondani ezt a történetet. Hogyan tapasztalom meg a közösséget? A közösséget nem csak úgy lehet megtapasztalni, hogy egymás mellett ülünk és hallgatunk egy gyülekezetben, hanem úgy tapasztalom meg a közösséget, hogy vannak emberek, Kis Jóskától tanultam ezt Veszprémből, hogy akit ő úgy nevez, hogy postás emberek. Nem tudom, hallottátok veszprémiek ezt a kifejezést a Jóskától. Jóska azt mondja, hogy ha engem Debrecenben halálra ítélnek, és Budapesten kiadják a felmentési nyilatkozatot, akkor van egy olyan ember, egy olyan barát, akit postásnak nevez, aki még a kivégzés végrehajtása előtt kézbesíti a felmentési nyilatkozatot, és megmenti az életemet. Van ilyen barátunk? Van ilyen ember, akire számíthatunk? Minden bizonnyal minden közösségben van. Itt van az istentiszteletnek a kérdése. Az istentiszteletnek nem az a lényege, hogy unatkoztassuk a fiataljainkat, hanem az a lényege, hogy meglássuk Istent, meglássuk önmagunkat, és meglássuk a feladatunkat. Ezért minden lelkipásztor testvéremnek azt üzenem, és minden igehirdető testvérnek azt üzenem, hogy ne engedjétek el leeresztett gumikkal a testvéreket a gyülekezetből. Ha nem tudunk lelkesedni azért, amit az Úr tesz értünk, akkor tényleg ilyen kipukat gumikkal haladunk tovább, és ilyen lógó orrú, uborka arcú keresztények leszünk. Nem erre van a világnak szüksége, hanem arra, hogy újból és újból megerősödjön abban, hogy Jézus Krisztus él. Beszéltem vele ma reggel. Mikor tértünk igazán meg? Nézzétek meg! Ellen White azt mondja a Jézushoz vezető út 78. oldalán, amikor Jézushoz jön valaki, az a vágy ébred szívében, hogy másokkal is tudassa, milyen becses barátot talált Jézusban. Így megmentő és megszentelő igazság nem maradhat elrejtve a szívben. Ha Krisztus igazságát öltöttük fel, és az ő lelkének öröme tölt be bennünket, lehetetlen, hogy azt elhallgassuk. Ha Istennek jóságát láttuk és éreztük, másoknak is beszélnünk kell erről. Ilyen egyszerű. Hát ha örömünk van, nem tudjuk elhallgatni. Nem lehet egy kupakot szerelni a lelkünkre, mert mindenképpen el akarjuk mondani. A második növekedési elv az a Szentlélek által való felhatalmazottság. Mit jelent felhatalmaztatni a Szentlélektől? Szentlélek vezetése alatt lelki ajándékokat kapunk. Úgy, ahogyan Isten akarja, nem úgy, ahogyan én akarom. Muszáj elmondanom nektek ezt. Én nem vagyok zenész, bár 4 hangszeren megtanultam játszani. Elvégeztem egy karmesteri tanfolyamot. Mégse nem fogok, talán még az Isten országában sem zenész lenni. Debrecenben volt egy kegyetlen tapasztalatunk, amikor az egyik munkatársammal meghívtak egy temetésre. Ez egy nem adventista temetés volt, de annyira szerettek bennünket, hogy azt mondták, hogy mi szolgáljunk ezen a temetésen. Mi nem gondoltunk magára az éneklésre. Mi azt gondoltuk, hogy mindenki szépen tudja ezeket a jó keresztény énekeket, és a kollégám meghirdette az éneket az elején, köszöntötte a gyászoló családot, gyászoló gyülekezetet, énekeljük el
a Te benned bíztunk elejétől fogva című éneket. Na most, mi vettünk egy nagy lélegzetvételt, és mi ketten elkezdtünk énekelni. Na most sógorom jól ismer, néhányan jól ismertek. Hát ez a lehető legnagyobb katasztrófa, hogy Kovács Biró Jánost arra kéritek, hogy énekeljen. Tehát én, ha kell, holnap reggelig prédikálok nektek, de énekelni, ha most elkezdenék, ti mind hazamennétek. Tehát katasztrofálisan éneklek. A munkatársam az talán egy fokkal jobb volt, mint én, de én azt gondolom, hogy ha az angyalok valamikor nevettek, azon a temetésen a hasukat fogták, és úgy nevettek, és mi is alig bírtuk valahogy összehúzni a szánkat, hogy az első verszak után leállítsuk az egészet, gyorsan imádkoztunk, aztán fogtam a Bibliát, és elkezdtem prédikálni. Végül egy jó temetés lett, de katasztrofális szolgálat a mi részünkről. A Szentlélek úgy osztogatja az ajándékokat, ahogyan ő akarja, és arra késztet bennünket, hogy ezt megosszuk, és gazdagítsuk a közösséget, ne önmagunkat. Apostolok cselekedetei második fejezetben azt olvassuk, hogy beteltek Szentlélekkel. Péter elkezd evangelizálni. Péternek azért a beszéd ajándéka megvolt. Végig lehet kísérni az új szövetség írásában. Feláll és elmond egy ilyen történeti összefoglalót, aminek az a csúcspontja, hogy ezt a Krisztust ti gonoszul megfeszítettétek. Nem tudja befejezni a prédikációt, megállítják és azt mondják, hogy Péter, akkor mit csináljunk? Péter azt mondja, hogy bánjátok meg a bűneiteket, keresztelkedjetek meg. 3000 ember keresztelkedik. És van egy befejezetlen prédikáció, amire az emberek követik Jézus Krisztust. Apostolok cselekedetei 6. A 7 diakonus és a 12 apostolnak a szolgálatáról beszél. Apostolok cselekedetei 13. A tanítókról, a profétákról, a misszionáriusokról. Ezek mind lelki ajándékok a gyülekezet növekedésére. Mire van szükségünk? Szükségünk van egy bátor kiállásra. Nem botor kiállásra, hanem bátor kiállásra. Az a bajunk, hogy mi nem tudjuk, hogy miben kell igazán bátraknak lennünk. Bátrak tudunk lenni, amikor szidni kell valamit, és kevésbé vagyunk bátrak akkor, amikor vállalni kell valakit. Én abban hívlak benneteket, hogy mindig abban legyetek bátrak, amikor valakit kell vállalni, nem pedig amikor szidni kell valakit. Jézus nem szidott egyetlen egy vallásos közösséget sem. Ő konfrontálódott a személyekkel, akik bizonyos kategóriához tartoztak, és elmondta nekik, hogy hogyan kellene viselkedniük. Apostolok cselekedetei 4:20 azt mondja, hogy mert nem tehetjük, hogy ne beszéljünk azokról, amiket láttunk és hallottunk. Majd a 31. vers, miután könyörögtek, megrendült az a hely, ahol összejöttek és beteltek mindnyájan Szentlélekkel, és az Isten igéjét bátran hirdették. Majd a 33. vers, az apostolok nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon. Bizonyságtevésük nem arról szólt, hogy a zsidók mennyire tévesen értelmezik az ószövetségi proféciákat. Nem arról szólt a bizonyságtevésük, hogy a római hatalom mennyire a sátánnak az eszköze. Figyeljétek meg, hogy sátánról nagyon-nagyon kevés szó esik az egész apostolok cselekedetei könyvben, viszont Jézusról, a Szentlélekről, arról, hogy az üdvösségre hívják az embereket, fantasztikus sok minden szól. A Review-ban 1887-ben Ellen White a következőt jelentette meg. Legnagyobb és legsürgetőbb szükségletünk, hogy sorainkban igazi istenfélelem szerinti megújulás jöjjön létre. A legfontosabb feladatunk, hogy erre törekedjünk. Komoly erőfeszítést kell tennünk az Úr áldásainak elnyeréséért. Nem azért, mert Isten nem akarja adni, hanem azért, mert mi nem vagyunk készek elfogadni. Mennyei atyánk jobban szeretné a Szent Lelket adni azoknak, akik kérik, mint ahogy a földi szülők adják jó ajándékaikat gyermekeiknek. Testvéreim, át kell gondolnunk, újra kell gondolnunk a vallásos cselekedeteinket. Tehát nézzétek meg! Vannak bizonyos dolgok a megváltás történetében, amelyek csak egyszer történhetnek meg. Ilyen Jézus Krisztus kereszthalála. Nem lehet még egyszer megfeszíteni Krisztust, ő egyszer és mindenkorra megáldoztatott. Ilyen a pünkösd. Egyszer történik meg. Mi mit csinálunk?
Mi azt mondjuk, hogy 10 napon keresztül imádkoztak a tanítványok, megkapták a Szent Lelket. Tehát indigo be, mi is 10 napon keresztül imádkozunk, mi is megkapjuk a Szent Lelket. Biztos ez? A pünkösd is a megváltás történetében egy egyszeri fejezet. A keresztény egyház nem születhet meg többször, egyszer születik meg, ott rögtön Jézus Krisztus mennybe menetele után 10 napra. Hogy mi megkaphatjuk a Szent Lelket, az egyértelmű. De nem kell 10 napon keresztül imádkozni, hanem tudjátok mennyi, hány napon keresztül kell imádkozni? 365 napon keresztül. Minden nap, minden évben. Tehát ne engedjük azt, hogy becsapjanak bennünket azzal, hogy ilyen szabályokat, ilyen sémákat, matricákat adnak nekünk, és azt mondják, ha ezt követitek, akkor meg lesz. Nem lesz meg, mert Isten nem így működik. Isten úgy működik, mint egy szerető édesapa. Nem kell az édesapámhoz oda mennem naponta egyszer, kétszer, háromszor, hogy igazán adjanak nekem reggelit. Még fel se ébredek, édesanyám és édesapám már előkészítették a reggelit, és azt kérdezik, hogy fiam, jössz reggelizni? A mennyei atyának nem kell 50-szer elmondani, hogy adja már azt a Szent Lelket, mert ő már régen előkészítette. A kijelentés szerint mi nem vagyunk észek ennek az elvételére. Ne engedjük meg azt, hogy Istenre helyezzük a felelősséget ebben a kérdésben. Hogy tudjátok, testvérek, ha mi jobban kérnénk, hogyha már lyukas lenne a nadrág a térdünkön, és sokat imádkoztunk volna, akkor az Úr megadta volna. Biztos ez? Hát ez olyan, mint amikor külföldön odáll egy igehirdető a gyülekezet elé, és azt mondja, hogy boldog szombatot, testvérek. És akkor néhányan mondják, boldog szombatot. Ez nem elég, ébren vagytok, boldog szombatot. És mindenki mondja, hogy boldog szombatot. Na, azt mondja, ez jobb. Miért? A hangosabb az jobb? Biztos az, hogy a hangosabb jobb? Hát tessék megkérdezni a zenészeket. Mindig a hangos zene a jó? Hát nagyon ritkán az a jó. Harmadik növekedési elv. Isten üzenetének a hirdetése. Nem egy mellék üzenetnek a hirdetése, hanem az Isten üzenetéjé. Hányszor mondtuk már azt, hogy az evangélium hirdetésének a jobb keze az az egészségügyi üzenet. Nem, testvéreim, az te vagy. Ez egy nagyon fontos elv, hogy Isten bennünket hív el az ő üzenetének a hirdetésére. Ellenállhatatlanul tesznek bizonyságot. Hatást gyakorol az emberekre, a társadalomra, megváltoztat kultúrákat az adventizmus. Az emberek valós szükségleteinek a szolgálatába állunk. Gondoljuk újra. Ellen White idejében az Úr azt mondta, hogy mivel az emberek olyan szerencsétlen egészségi állapotban vannak, építsenek szanatóriumokat. Mivel az emberek nem olvastak rendesen könyveket, nem művelték magukat, legyen egy kiadóhivataluk. Utána pedig legyen iskolájuk. És az első adventisták iskolákat, kiadóhivatalokat és szanatóriumokat hoztak létre. Ezt kellene nekünk is tenni most. Ne haragudjatok, itt Veszprémben az állami iskolák valószínűleg sokkal magasabb színvonalúak, mint azt mi bármikor össze tudnánk itt dobni. Lehet, hogy a veszprémi kórház sokkal jobb munkát végez, mintha mi itt valahol építenénk egy szanatóriumot. És gondoljuk végig, hogy az emberek már nem papírkönyvet kezdenek olvasni, hanem elektronikus könyveket. Tehát nem lenne értelme ezeket az intézményeket Veszprémben felépíteni. Mi az elv? Az elv mögötte az, hogy nézzük meg, hogy hol tart a társadalmunk, mire van szükség. Ha egészséges nevelésre van szükség, akkor azt adjunk. Ha családi nevelésre van szükség, azt adjunk. Hogyha az emberek félnek a migrációs helyzet miatt, akkor adjunk reménységet nekik. Menjünk sorban és kérdezzük meg, hogy mi a bajuk az embereknek. A problémánk az, hogy nem sok embert ismerünk, mert mi egy buborékban élünk. És ebben a buborékban egyre kevesebb a külső barátunk, és egyre több a belső barátunk, akivel sokszor nem értünk egyet. Fizikai szükségleteket gyógyítás és feltámasztás által végezték, illetve azt tették az első apostolok, az anyagi szükségleteket pedig a sáfárság elvei által. Van egy univerzális történetvonal az evangélium bemutatásában, és ezt követik az apostolok. Van ennek egy kezdete a teremtéskor, és egy vége az újrateremtéskor. Ezt hirdetik személyesen, például Filip, amikor a szerecsenországi komornyiknak hirdeti az evangéliumot. Ott van Anániás és Saulnak a
a története, van házi evangelizáció, például amikor Péter Kornélius házához megy, van csoportos, ezt teszi István, Péter, János és Pál a különböző csoportos igehirdetésekkor, és van tömeges, amikor Péter is a tömegeknek prédikál, Filip is, és néha Pál is a tömegeknek prédikál. Tehát ezek az emberek a spektrumnak szinte minden oldalán hirdetik az evangéliumot. Azt mondja Ellen White a nagy orvos lábnyomában, Jézus módszere az egyetlen igazán sikeres módja az emberek elérésének. A megváltó elvegyült az emberek között, mint aki vágyódott, hogy segíthesse őket. Szimpátiát, megértést közvetített feléjük, szolgálta szükségleteiket, közösséget vállalt velük, majd így szólt hozzájuk, kövessetek engem. Nekünk az a problémánk, hogy mi nagyjából ezt a részt akarjuk csak végezni. Hogy így szóljunk hozzájuk, hogy kövessétek Jézus Krisztust. De előtte nagyon sok minden van, amit a megváltó tesz. A megváltó elvegyül az emberek között. Segíteni akarja őket, szimpátiát, megértést közvetített feléjük, szolgálta a szükségleteiket, közösséget vállalt velük, majd csak utána szólt, hogy kövessétek Jézust. A negyedik elv. Jézus tanítványságába való tartozás. A tanítványság példája, látjuk Apostolok cselekedetei 13 és 16. fejezetében, Barnabás és Pál, illetve Pál és Silás esetében. Pál maga mellé vesz valakit, bevezeti a szolgálatba, és kettessével szolgálják az Isten ügyét. Az újonnan megtérteket tanítványán teszik. Apostolok cselekedetei 19. fejezet. Tyrannus iskoláját létrehozza Pál Efézusban. Tudjátok, hogy ez egy fantasztikus dolog volt? Két esztendőn keresztül tanított ott, annyira, hogy mindazok, akik Ázsiában laktak, mind zsidók, mind görögök meghallották az Úr igéjét. Mikor történik ez meg? Hogy felkészülünk, és azt mondjuk, rászánunk, ha kell, egy vagy két évet, de utána kimegyünk, az egész Veszprém megye, az egész Dunántúl, az egész Magyarország megtudja, hogy Jézus Krisztus a megváltó. És akkor vannak a házi gyülekezetek a tanítványság gyakorlására, és ezek az üldözés elleni, vagy az üldözés álló gyülekezeti szerkezetek. Ellen White azt mondja megint csak a nagyorvos lábnyomában 149. oldal, sokan akarnának dolgozni, ha megtanítanák őket arra, hogyan is kezdjék. Ki kell őket képezni, és bátorítani kell őket. Minden gyülekezet a keresztény munkások kiképző központja kell legyen. Van ilyen gyülekezetünk? A szombatiskolánk igazán ezt a részt kéne szolgálja, de a szombatiskola alatt mi nagyon sok elméletet tanulunk meg. Emlékszem arra, amikor a Jónás könyvét tanulmányoztuk 13 héten keresztül, és már tudtam a Centhalnak az összes fogát, azt is, hogy melyik volt szuvas, melyik esett ki, mindent tudtam már a bélrendszeréről is, de egyszerűen nem tanultam már a végén semmit arról, hogy Jézus Krisztust hogyan kell képviselni a környezetemben. Itt van az ötödik növekedési elv. Ez a lelki nagykorúság. Nem tudok eléggé hangsúlyt fektetni erre a részre. Testvéreim, nekünk emberileg nem érdekünk, hogy körülöttünk lévő barátaink, akik megkeresztelkednek, Jézus Krisztus követésébe állnak, felnőjenek a nagykorúságra, és elkezdjenek gondolkozni. Azért nem, mert problémát fognak okozni, kihívást fognak idézni, egyszerűen kérdéseket fognak feltenni, olyan kérdéseket, amire mi még soha nem adtunk választ. Nekünk az lenne igazán a legegyszerűbb és a legkényelmesebb, hogyha 635 szabályt úgy, mint a farizeusok létrehoznánk, hogy mit szabad, mit nem szabad, mit szabad, mit nem szabad, abba beilleszteni az összes embert, és utána hátradőlni a karfán, és azt mondani, hogy itt vannak az utasítások. A nagykorúság igazán pontosan azt jelenti, hogy szeretnénk, hogyha az emberek megtanulnának önállóan gondolkozni. Milyen büszke az édesanyja a kis gyerekre, hogy mosogat, nem? Mit mosott el? A számítógépet. A kisgyerekek kisgyerek szinten végzik a dolgokat. A felnőttek felnőtt szinten kell végezzék a dolgokat. Az a problémánk, hogy a gyülekezetben nagyon sokan kisgyerek szinten vannak. Evangelizálás 345. oldal. Amikor férfiak és nők elfogadják az igazságot, ne hagyjuk őket magukra úgy, hogy nem viselünk további terheket értük. Gondoskodnunk kell róluk. Ti ott hagyjátok az újonnan született gyereketeket,
és azt mondjátok, hogy figyelj, most már megszülettél, tudsz önállóan lélegezni, gondoskodj magadról. Ez nem lenne jó szülői hozzáállás, és nem így viselkedünk a gyerekeinkkel. A lelki nagykorúság gyakorlatilag azt jelenti, hogy az egyház az emberek üdvösségében és lelki növekedésében érdekelt. Az újonnan megtérteket ki kell képezni. Mire képezzük ki az embereket? Bölcs sáfárkodásra. Sáfárkodjanak az idejükkel, az energiájukkal, pénzükkel, lelki ajándékaikkal. Ítélő képesség. Miről kell nekik ítéletet hozni, illetve döntéseket hozni? Hogy különbséget tudjanak tenni jó és rossz között. Mi az, ami az Isten akarata, és mi az, ami ember akarata? Hogy legalább három kategóriába tudják sorolni az élet dolgait. Az egyik kategória az üdvösséget segítő dolgok. A másik kategória az üdvösségre semleges dolgok, és van a harmadik kategória az üdvösségre veszélyes dolgok. Ha ez a három kategória kialakul, és elkezdjük besorolni a különböző dolgainkat, egyből látjuk, hogy mi a feladatunk. Az ellenkezőkkel való bölcs bánásmód. Ez is egy nagyon fontos dolog. Azok az emberek, akik újonnan keresztényé lesznek, adventisták lesznek, azok két nagyon fontos ellenállással találkoznak. Az egyik az a sötétség erői. Sátán nem örül annak, amikor az ember követi Istent. És van, amikor az emberek, család, hozzátartozók egyszerűen ellenkeznek. Mit tegyünk? Bölcsességre van szükségünk, mert hogyha nincs meg a bölcsességünk, nem tudunk mit tenni. Nézzétek meg, mondjak egy klasszikus példát. Egy hölgy megkeresztelkedik, akinek a férje nem adventista, és még nem jár ezen az úton. Hogyan viszonyulunk ehhez az emberhez? Azt mondjuk a testvérünknek, hogy jaj, mi nagyon megértünk téged, hogy neked milyen nehéz lehet otthon, hogy még a disznóhúst is meg kell főznöd a férjednek, tudod mit? Szombaton ne is menjél haza, maradjál csak itt velünk, mi majd gondot viselünk rólad, hagyjad, tudod, felemásigában, nagyon nehéz, őt az ördög irányítja, téged pedig az Úr lelke irányít. Mit csinálunk? Mint a nem normálisok, ellenségeskedést szerzünk feleség és férj között. És amikor szegény feleség hazamegy, mit tanult a gyülekezetben? Hogy a férje a sátánnak az eszköze. Egy év múlva elválnak. Jaj, szegény, na látod? Na így kell az Úrért kiállni. Dehogy is. Ilyen balgán lehet hozzáállni a mi részünkről. Verhetjük a fejünket a falba. A lehető legszebb dolog az, amikor azt mondjuk, hogy hozzad a férjedet is. Találunk olyan embereket, olyan férfiakat, akik az ő érdeklődési területén belül el tudnak vele beszélgetni. Összebarátkozunk vele, és nem számít. Hogyha ez az ember követni akarja Jézust, vagy nem, mi felajánljuk nektek, mint családnak, hogy mi egy lelki támasz leszünk számotokra mindenben. Na, ezt nehéz megtenni. Könnyebb így pöckölni az embereket, és újjal mutogatni rájuk. Elkötelezettség mind halálig. Ez egy nagyon fontos dolog, amikor azt mondjuk, hogy mi mind halálig elkötelezzük magunkat Jézus Krisztus szolgálatába. Mi a feladatunk tehát? Szeressük Istent és az embereket. A tanítványnak a legegyszerűbb megfogalmazása az, hogy szereti Istent, és szereti az embereket, és mindent elkövet azért, hogy ezt a kettőt a lehető legközelebb hozza egymáshoz. Jézus iránti szeretetünk arra késztet, hogy mélyen foglalkozzunk és törődjünk az új hívők lelki növekedésével. Mark Finley mondja ezt a mondatot. Amint az új hívők kialakítják egyéni imaéletüket, személyes áhítatukat, biblia tanulmányozás által, és aktívan részt vesznek a bizonyságtevésben, növekedni fognak lelkileg. Mi tehát a előttünk álló cél? Az egység és a nagykorúság. Efézus 4.13. Míg mindnyájan eljutunk a hitnek és az Isten fia megismerésének az egységére, az érett férfiúságra, a Krisztus teljessége szerinti nagykorúságra. Ezek azok az alapelvek, amiket szerettem volna megosztani veletek. Köszönöm szépen a figyelmeteket!